Móra Ferenc, Péter a csaló. A csaló neve Péter. Írhatnám Péternek is, de akkor mi lesz a történeti hitellel? Péter az ő neve, senki se hívja másnak. És ha valami tudatlan ember Péternek szólítja, arra nem ért. Tudom magamról, mert én kipróbáltam. Benyártam az iskolájukban, és kérdeztem, melyikük az a híres Péter. 52 gyerek közül egy se vállalta. Nem a hírességet, hanem a Péterséget. Ezt abból hiszem, hogy arra se állt föl senki, mikor azt mondtam. Mert én ezt a körtét akarom odagurítani annak a Péternek, akit keresek. A Pétereket a körte se szelidítette meg. Pedig akkora körte volt, hogy 4 Péter is beleharaphatott volna egyszerre az aprajából. De hát, akit nem hívnak, az nem nyújtogathatja az ujját. Hát nem itt van az a bizonyos csaló Péter? Kérdeztem a tanító úrtól. Dehogy nem, mosolyog a tanító úr, csak nem jól tetszett föltenni a kérdést. Péterök fölállni! Felugrott 6 gyerek, Péter nevezetű valamennyi. Melyik ezek közül most már az én Péteröm? Ezni, mutatott rá a tanító úr a legrongyosabbra. Mondd meg a neved, Péter fiam, szépen értelmesen. Deák Péter! Mintha a magam gyerek hangja csendült volna vissza a 41 néhány omladék esztendő elejéről. Amúgy is formázza Péter a magam kisiskolás korát. Éppen olyan tatárképű, éppen olyan fésűt nem álló bozontú, no meg éppen olyan rongyoskás. Ha összemelegszünk, lehet, hogy le is fényképeztetem, s kielégítem a képével azokat a jó lelkeket, akik ifjúkori ábrázatom után érdeklődnek. Aztán tudsz-e olvasni valami szépet, Péter? Tudok. No, akkor olvas. De mit olvassak? Hát az olvasókönyvedet. Az ám, ha vóna. No, kérd el szépen a szomszédodét, és nyisd föl akárhol. Segíti ki a tanító úr. Péter szót fogad, s éppen arra az olvasmányra nyit, amelyik a világháborúról szól. Borzasztó szép olvasmány, 8 és 9 éves gyerekek örömére szerkesztve, így kezdődik. Alig pergett le 1000 év az idő krokkáján, a balsors nagy megpróbáltatásának tette ki imádott házainkat. Első Ferenc József uralkodása alatt kitört a vészteljes és végzett terhes világháború. Péternek tagadhatatlanul okozott némi gyötrelmet a vészteljes és végzett terhes mondat, amiből szemmel láthatóan csak az idők rokkája tetszett neki, mert az 3-szor is előről kezdte. De azért végigküzdötte emberül az egészet, csak egy kicsit beleizzadt. No, mostuk be a könyvet, vezényelt a tanító úr. El tudnád-e mondani, mit olvastál, Péter fiam? Nem Péter fiam ilyet meg, hanem én. Megkaptam a tanító úr karját. Kedves barátom, uram, hiszen én sem tudnám elmondani, de még tán az se, aki írta. Pedig megérdemelné a lapátra való, hogy kívülről kelljen neki megtanulni a saját olvasmányát. Hanem majd mást kérdezek én ettől a híres Pétertől. Azt mondd meg nekem, pajtás, tudod-e, ki volt az az első Ferenc József? Igenis, tudom, mondjad, na, a Ferenc Jóska. Jól van, Péter, ugye megvan a képe otthon nálatok. Mög, az édesapám apja, aki volt, annak az opsitos levelin. Megállj, Péter, látom, hogy ügyes gyerek vagy. Most még csak azt kérdezem tőled, hogy miért mondott Ferenc Jóskát első Ferenc Józsefnek. Péter egyet szippant, és egyet nyel. Aztán még egyszer szippant, de most már nem jel hozzá. Kivágja lelkesen, milyen elhatározásra jutott. Mégpedig teljes mondatban, ahogy a pedagógiai becsület kívánja. Azért mondom Ferenc Jóskát első Ferenc Józsefnek, mert a legelső magyar ember a király. Péter ezt fölszegezett fejjel mondja, az orra hegyén is látszik, hogy igen, meg van elégedve magával, a tanító úr azonban kicsit zavartan mosolyog. Igen, tetszik tudni, ez mint jelmondat, vastag betűkkel van nyomtatva az olvasókönyvben. A
tanító úr azonban nem hagyja magát, se Pétert. Minden áron ki akarja belőle szikráztatni a talentumot. Melyik a legelmeélesítőbb köszörűkő? Persze, hogy a nyelvtan. Péternek tehát a nyelvek mezein kell valami káprázatosat termelni. Mondj hamar valami időhatározó mondatot. Péter fölnéz a feje fölé, ott nem talál semmit. Aztán az ablakra veti okos kis szemét, és ott megtalálja, amit keres. Az ablakot befogta a pára, nem lehet rajta kilátni. Ennél fogva Péter így határozza meg az időt. Kutya hideg van odakint! Ez olyan szabályos időhatározás, mintha az eső csináló intézet adná, de azért a tanító úr nincs megelégedve, s neki a maga szempontjából igaza lehet. De nekem is igazam van a magam szempontjából, mikor oda nyomom a nagy körtét Péter markába. Mert én csak arról akartam meggyőződni, hogy csak ugyan létezik-e az a Péter, akiről hallottam egy történetet, amelyik egészen olyan, mintha én találtam volna ki. Azt én nem bánom, hogy Péter egyenlőre másként határozza meg az időt, mint az akadémia nyelvtudományi osztálya. Beérem annyival is, hogy Péter van, és Péter nagyon értelmes gyerek, holott már harmadik esztendeje fúrja, faragja, gyalulja, csiszolja az eszét az ötaraszos emberek számára rendeztetett és szabatott tudomány. Igen, és Péter még most se unta meg az iskolát, sőt, minden reggel késedelem nélkül megjelenik benne. Péter nagyon is szeret itt lenni, talán még jobban, mint otthon, és minden oka megvan rá, hogy Telente így kedvelje a tudományok csarnokát. Először is itt melegebb van, mint otthon. Másodszor itt borzasztó sok gyerek van, és Péter olyan, mint a bárány. Nagyon szeret sokad magával lenni. Harmadszor itt úgy bánnak az emberrel, hogy az édes szülőjesek keresi annyira kedvét. Mostanában még tejjel is megitatják, akár az úri gyerekeket. Szép kis csészékben adják a tejet. Van rajta ne felejts virág is. S nagyon jó azt a kézbe fogni, mert olyan jó sütős, hogy a dermet vörös kis ujjacskák egyszerre fölmelegednek rajta. No, Péter mégis a tej keverte gyanúba, és juttatta olyan díszítő jelzőhöz, ami szokatlan a világtörténelemben, noha nyilván sok alakja megszolgálta a világtörténelemnek. Az egyszerű Péterből a tej miatt lett Péter a csaló. A gyanú a tanító úrban ébredt föl, aki talán kelleténél szerelmesebb ugyan az időhatározókba és a többi nevelés tudományi köszörűkőbe, de azért aranyból van a szíve. A tanító úr, akinek mindenütt ott van a szeme, azt vette észre, hogy Péter és a tej közt zavaros a viszony. A többi gyerek, ahogy megkapja a részét az ingyen tejből, elbánik vele mindjárt a helyszínen. Péter azonban egy idő óta sajátos stratégiát vett alkalmazásba. Tudniillik, amikor megkapja a teli csészét, akkor elvörösödik az örömtől, és orcimpái reszketnek a gyönyörűségtől, ahogy szívja be a meleg párát. Szívja, de azon közben egyre visszavonulóban van az ajtó felé, és mire odaér, akkora már fehérebb az arcocskája, mint a fal. Egyszerre aztán Péter elvész, s néha 5 perc is beletelik, mire újra felbukkan kócos buksia a láthatáron. Az ábrázata egyre vörösebb lesz, ahogy közelebb kerül az asztalhoz, ami attól lehet, hogy roppant elszántsággal szopogatja ki a csészékből az utolsó csöppeket. A tanító urat persze ilyen ravasz gondolattal nem lehet megcsalni. A tanító úr megsejtette, hogy Péter ember nem szereti a tejet. De mivel tudja, hogy az ilyesmit nem lehet nyilvánosságra hozni, hát titokban leereszti a tejecskét az udvar csatornába. Mert bizonyos, hogy Péter az emeletről az udvarra szökik le teivás örvivel, elárulja hideg arcocskája. Végre eljött a nap, mikor Péter üzelmei teljes mi voltukban napvilágra kerültek. A tanító úr figyelte minden mozdulatát. Lassan sonfordált a gyerek az ajtóig, de a lépcső már nyargalva ment lefelé, tenyerét a csésze szájára tapasztva. Mire a tanító úr utolérte, Péter
már ott térdelt a kapusarokban, s öntögette befelé a tejet egy nagy kendőbe. Beható vizsgálat kiderítette, hogy a nagy kendő alul két kis lábocskában, felül pedig egy gémberedett kis arcocskában végződött. Ki ez Péter? Kérdezi a tanító úr. Péter szégyen nem szégyen, nagyon megijedt. Reszketett a szája széle. Marika. Húgod? Az, mondta Péter, és férfiasan sírásra fakadt. Mindig el szokott kísérni, azt itt várja meg, míg hozom a tejet. Már akkor sír Marika is, és a tanító úr addig tiltotta kettőjük sírását, míg az ő könnye is ki nem csordult. Hány nap csaltál meg, Péter? Kérdezte a fiút. 5, mutogatta Péter az ujjain, mert szólalni még nem tudott a sírástól. 5 nagy csatát nyert meg Péter az éhes kis gyomra ellen. Ha én Isten volnék, nekem nagyobb örömem volna ebben a teremtésben, mint a vészteljes és végzetes világháború összes nagy hadvezéreiben. Ne haragudjatok meg, emberek, hogy mikor úgy tele van a világ tökéletes nagy csalókkal, én erről a tökéletlen kis csalóról írtam. De látjátok, arra gondoltam, ti is örülni fogtok neki, hogy vannak még olyan csalók is, akik nem magukért csalnak, csak magukat csalják meg a testvéreikért.